Stábunk annak járt utána, hogy a takarmányboltok és az állattartók életét milyen mértékben nehezítette meg a koronavírus járvány megjelenése hazánkban. A kialakult járványügyi helyzetben hogyan módosult a nyitvatartása a boltnak, és a járványhelyzet feloldását követően mi tapasztalható? Annyiban módosult a nyitvatartásunk a járványügyi helyzet miatt, hogy nyilván, hogy a fiatalabb, illetve fiatalabb generációt ki tudjuk szolgálni, így a déli szünidőt, illetve zárva tartást ugye módosítottuk, így aki délben ugye haza tudott, vagy el tudott jönni a munkahelyéről, azt is ki tudtuk ugye szolgálni. Melyek azok a termékek, amelyeket keresnek esetleg? Van olyan, ami hiány volt, és forgalmaznak új termékeket ebben az időszakban? Nincs hiány semmiből, mindenből ki tudtuk szolgálni ugye a keresletet, így változtatnunk nem kellett semmin. Melyek azok a termékek, amelyek itt megtalálhatók? Mindenféle terméket forgalmazunk, a szemes terményektől egészen a tápokig. Ennek is nagyon széles a skálája, ugye a csibe tápoktól egészen a szarvas hízó marháig mindent forgalmazunk. Illetve így a házi kedvencek és a horgászokat is ki tudjuk szolgálni. Árban módosulás történt-e a veszélyhelyzet miatt? Nem volt változás, tudtuk tartani az addigi árakat, nem kellett semmin sem módosítani. Volt olyan, hogy többet vásároltak valamilyen termékükből? Igen, volt olyan eset, amikor volt valami megszorítóbb intézkedések, akkor nyilván történt egy kis felvásárlási láz, így több árut vásároltak, főleg ugye indult a baromfi szezon, és akkor a csirketápokból, egyebekből lényegesen többet vásároltak olyan időszakban. De utána visszaállt minden a rendes kerékvágásba, tehát végül simán átvészeltük ezt a vészhelyzetet. A járványhelyzetben mi volt még az, ami segített a bolt működését? Mindenféleképpen a dolgozóinknak a nagyszerű hozzáállása, és tehát áldozatkészsége, és ezúton is szeretném nekik megköszönni ezt a nagyszerű munkát.